Díszgalambok, díszbaromfik és papagájok, valamint nyulak hangjától volt hangos a Vóke Kodály Zoltán művelődési háza napokban. A szemlét 15. alkalommal rendezte meg a Nagykanizsai Galambtenyésztők Egyesülete. Mostani kiállításunkra 21 tenyésztő osztál közel 200 darab állatát, ebben van nyúl, baromfi, díszmadár és galamb. A létszám egy kicsit kevesebb a megszokott évhez képest, de változatosságban viszont felülmúlja, tehát egy-egy fajtából kevesebb van, de sokkal több fajtát mutatnak be a tenyésztők. Kiállításnak a színvonala az előző évekhez képest hol tart? Azt lehet látni, hogy bizonyos fajtákban előrelépés van, valami stagnál, de itt inkább, tehát ennek nem is csak szakmai jelentős ennek kiállításnak, hanem a változatosságot, meg az embereket visszaszoktatni az állatszeretetre, a környezetre, tehát a kiállításunknak ez a fő célja. Mit tapasztalnak egyébként, hogy így járnak, kelnek a világban, hogy valóban szükség van arra, hogy az emberek egy picit a természethez újra közelebb kerüljenek? Igen, igen. Tehát nagyon szükség van rá. Most már mi öregek is többet nyomkodjuk a telefonunkat. Sajnos ez mindenkivel így van. És itt látni, amikor hozzák a pici gyerekeket, óvodásokat, hogy tehát azt az örömöt, amit hogy olyant lát, amit eddig még nem látott. És hát ez egy külön élmény, ezt látni kell, amikor ma nekem is a dédunokáim is itt voltak, és azok is pedig ők láthatják mindig a galambokat, mert nálam is, a nagyapjuknál is tele van az udvar, de az az örömmel, mivel itt futkoztak körbe, hogy nézegették, hogy ez milyen, mert ennek ilyen a farka, annak olyan a tolla, nagyon nagy élmény nekik. Biztos vannak idén is különleges egyedek, példányok, néhányat emeljen ki közülük. Hát itt most először kiemelném, van ez a koszovói baromfi, amit egy párat hoztak. Egy nagyon érdekes kukorékolást utánzó, de nem is hasonlít, inkább egy éneklésre hasonló, vonyító hangot ad a kukorékolás helyett. És hát én sem hallottam még ilyen, hát ez aki mikor meghallották, mindenki a csodájára járt. A díszmadaraknál nagyon most, ami itt nagyon sok van, az a általában mindenki által ismert, egy hullámos papagáj, abból nagyon sokat már itt azért látni, hogy az emberek állatszeretete megvan, nagyon sokat vásároltak is itt az eladó példányok közül. Régen egyébként nagyon jellemző volt, hogy a családok tartottak otthon is énekes madarakat vagy papagájokat. Mennyire maradt még meg ez a trend? A gyerekek nagyon szeretnék, a szülők viszont nagyon-nagyon húzódoznak tőle, már hangos, már maszatos, ez sajnos igaz. Úgyhogy, tehát a lakásban nagyon nehéz, annak is megvan a megoldás, hogyan lehet, de általában nagyon kevés az a szülő, akit meg tudna győzni a gyerekek. De a madártartásnak azért biztos vannak örömei is. Igen, igen. Tehát azért, hogy mondjam, tehát egy madárcsiripelésre ébredni, egy nyugodt idegrendszerű embernek jó érzés. Biztos, hogy van olyan, aki zavar vagy nehezen viseli, de az is megoldható, mert általában akkor szokták csinálni, hogy este letakarják egy ruhadarabbal, egy törölközővel, vagy valami, nem kap fényt, a madár elhallgat, reggel leveszik róla, és akkor nem zavar senkit. Zárásként térjünk vissza a kiállításra, holnap elismeréseket is átadnak, kik fogják megkapni ezeket a serlegeket? Elméletileg a 21 kiállító valamilyen jogcíme mindenféleképpen fog kapni egy serleget. 22, tehát 21 kiállítónk van, 22 serleg kerül kiosztásra. Ez megosztik ugye, hogy itt a madaras, a díszmadarasok, a galambosok és a nyúltenyésztők között. Ezben van olyan is, ami a személynek az elismerése, tehát az aktivitásáért, részvételéért. Van olyan is, ami a galambnak vagy a kiállított állatnak a minősége, elért eredménye miatt fogja megkapni.